Tehát rómaiakhoz hetes fejezet. A kérdés az, hogy vajon eltörölte-e Saul a törvényt? Már nem is tudom, hogy hogy törölhette volna el. Ha a mindenható azt mondja, a teremtő, ha a megváltó azt mondja, akkor hogyan is gondolhatja bárki azt, hogy akárki másra hallgasson, mint erre a kettőre. Az egy rejtés számomra. Hetes vers. Mit mondunk tehát? A törvény bűn é. Távol legyen. Egyáltalán nem. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, ha, hanem csak a törvény által. Milyen törvény a mindenható törvénye? Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mond el, ne kívánja ez a tiszt parancsolat. Úgyhogy ennyit arról, hogy, hogy a törvényt nem kell betartanunk. Ezért mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Ezért mondta azt, hogy a törvény a szövétnek és a parancsolat a világosság. Ezért mondja azt, hogy nem bűn, távol legyen, sőt, inkább ez mutatja meg a helyes utat a mindenhatóhoz. Hiszen tudod a törvényt, azon jársz, úgy találsz oda hozzá. Különben nem lehet valaki az ő gyermeke, nem lehet szent, és akkor ő nem fog bele foglalkozni, hanem a föld ki fogja okádni. 12-es vers. Ez azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Akkor mi is a kérdés? A törvény az különálló, kiválasztott, elrendelt a mindenhatóhoz, az mutatja meg az utat, akárcsak a parancsolat, ami igaz, ami jó. Hogy lehetne, miért törölné el? Vagy egyáltalán miért is változtatna bármit, mikor az elején jó volt, az volt az élet, az volt az út, utána is azt mondja, hogy az az út, aztán meg a végén azt mondja, hogy, hogy meggondolta magát. 13. Tehát a jó, ami a törvény, a parancsolat, nékem halálom lett, távol legyen, megismétli megint, hogy világos legyen azok számára, akik kicsit lassabbak. Sőt, inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen. A bűn a parancsolat által. Nem a törvény, nem a parancsolat, hanem a bűn. Hiszen a parancsolat által lesz valami bűn. A parancsolat az, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Nem a parancsolatra mondja, hogy rossz. A bűn az, távol legyen, inkább a bűn, hogy megtessék a bűn, hogy megmutassa a bűnt, Mely a jó által nékem halálszer ez mi a jó, a parancsolat, a törvény, hiszen az mutatja meg, hogy a bűn az, amiben él az ember. És az ugye a bűn fizetsége halál. Hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Nem a parancsolat, nem a törvény, hanem a bűn, az ember, aki elköveti azt. A bűnös az. A probléma. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki de én testi vagyok, a bűn alá rekeszve. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt mivelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekeszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvényel, hogy jó. Hiszen nem azt teszi, amit szeretne, hiszen a test a bűnt szeretné elkövetni. A testnek különböző kívánságai vannak. Ez az, amit ki akar elégíteni. Azonban nem azt műveli, amit akar, nem a testre hallgat, hanem azt, amit nem szeretne, a törvényt követni. A test nem akarja a törvényt követni. Azt cselekszik, amit nem akar, ugye a test nem akarja a törvényt követni. Ha ezt cselekszik, akkor megegyezik a törvényjel, hogy jó, akkor követi a törvényt. Ugye ezt taglalja utána egészen a 22. versik 22-es, mert gyönyörködöm Elohim törvényében a belső ember szerint, mert a törvény spirituális, és a törvény az, ami megmutatja, hogy mi a bűn, és hogy milyen úton kell járnunk. A másik törvény persze a test törvénye, ami a belső ember az elme törvényével ellenkezik. Ez az, ami bűnt akar elkövetni kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Ki az, aki megszabadítja? Hálát adok Elohimnek a mi adonáljunk ki a húsák a másiák által. Azért jó lehet az én, én az elmémmel Elohim törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Hiszen ha az emberi a húsák a másiák szellemében él, a vigasztaló, akit elküldött az agya, akit, aki megmutatja az igazságot, ha valaki abban él, akkor képes lesz legyőzni a testet és azt, hogy bűnt kövessen el. Ezért ad hálát Elohimnek a megváltó által. Efézusiakhoz 4-es fejezettel folytatjuk, 17-es verstől nézzük. Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek ki, Huában, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb, Pogányok is járnak az ő elméjük hiába valóságában. Pogány az, aki nem követi a Mindenható parancsolatait. Ha a vasárnapi mise, karácsony, húsvét, Halloween, illetve a 40 napos böjt, vagy a nemnősülés, vagy a sonka, vagy a tojásfestés nincs benne a Mindenható törvényébe, a könyvébe, akkor az vajon kinek az útja, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjük hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az igaz isteni élettől, a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van benne. Azért, mert nem hajlandóak Engedelmesen és alázatosan közelíteni a mindenhatóhoz. Ezért idegenültek el az igazságtól, ezért van bennük tudatlanság. Mert csak követik a tradíciókat. 19 kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat a bujálkodásra adták minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Sajnos tisztátalansághoz beletartozik az étkezés is. Ti pedig nem így tanultátok ha másikot, hanem hogyan ő volt az út, az igazság, az élet, ő mutatta meg, hogy hogy kell élni, aki bűn nélkül élt. Úgy tanultok. ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítottatok úgy, amint az igazság a Jakúsha másikban. Mi az igazság? Zsoltár 33-es, mert je, hú, a szava igaz, minden cselekedet hűséges szereti az igazságot, és törvényt, az igazság és törvény, és az ő szava, maga, az igazság, ami a megváltóban van, aki az út az igazság. Újra ugyanazt mondja el, Saul, Pál, hogy megértse mindenki. Törvények nélkül nem lehet élni. Ez megértették azok az emberek, tanulták, nem volt ö, a szívük kemény, ezért meg tudták tanulni, megértették, ők megtanították nekik, és úgy éltek. Nem úgy, ahogy a pogányok össze-vissza, hanem úgy, ahogyan megmutatta nekik a megváltó, hogy levetkezzétek a régi élet szerint való embert, amit most mindenkinek tennie kellene. Ezért mondta, hogy úgy, mint az újszülöttek, úgy közelítsenek hozzá felejtsék el a szokásokat, a tradíciókat. Az, hogy mit tanítottak nekünk a templomokban, a vallások, a papok, a teológiá. Azt felejtsék el. És emlékezzenek arra, amit Jeremiás 16-18-19-ben olvashatta. Hogy az atyáink hazugságokat örököltek, hiába valóságokat örököltek hogy levetkezzék ezt a régi élet szerint való embert, mely megvan romolva a családság kívánságai miatt, a test kívánságai miatt. Megújuljatok a, pedig a ti elméteknek lelke szerint, hogy lélekben, tesz teljes szívből, szeretetből kövessék a mindenható parancsolatait, és ezáltal újuljanak meg, hiszen megtanulták, megértették, és úgy élnek a lélek szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Elohim szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Igazság ugye az ő szava, a parancsolatai, a tora, az instrukciói. A szentség pedig az, ami ennek az annak követésének az eredménye, hogy más lesz az ember, mint a világ. Erre szólít fel e, Saul újra, és újra, és újra. Hogy a, igenis a parancsolatok szerint kell járni, hiszen az fogja az embert megkülönböztetni. 25. Azért levetvén a hazugságot, szóljátok az igazságot, ki ki az ő felebaratjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Terjesszétek a mindenható üzenetét. Az úgynevezett jó evangéliumot, a jó hír, az az igazság. Ám haragudjatok, de ne védkezzetek a nap, le ne menjen a ti haragotokon. Se pedig az ördögnek, ne adjatok helyet aki orosz a többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedjék, úgy éljen, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Nem gondolkozzon, ne beszéljen, ne higgyen, hanem cselekedje, hanem munkálkodjon, úgy éljen, ahogy a parancsolatok azt megkívánják. Semmi Károsra adott beszéd a tiszátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos, a szükséges építése, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Tehát nem csak a cselekedetek, a gondolatok, hanem a beszéd is egy helyről kell, hogy származzon. Ez pedig a a Hamásság szelleme, ami bennünk él. 30-as vers, meg ne szomorítsátok, Elohimnek a ma Szent Lelkét rakhakodás aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Ez az, ami az emberben munkálkodik, ha az ember alázatos és hagyja, hogy ez dolgozzon, ha követi az utasítást, azt, amit megértett, amit megtanult, azt cselekszi, úgy munkálkodik, akkor tovább fejlődik, tovább halad az úton, és járhat ezen a keskeny úton, és eljuthat a mindenhatóhoz végén. Azonban cselekedetek nélkül, az ige hallgatása nélkül, a parancsolatok megértése és megtartása nélkül az ember nem lehet része ennek a kiválasztott gyülekezetnek. Hiszen a Szent Lélek nem fog ezekkel a pogány tradíciókkal közösséget vállalni. Semmilyen szinten, akármennyire is mondja bárki, és szeretné, hogy hogy a karácsonyfal ott álljon a szoba közepén, teljesen mindegy. A mindenható megmondta, hogy mit gondol erről, és nem fog a ruakhakodás, a szent lélek együtt lakni, az emberben lakni, hogyha az ember nem hajlandó követni a parancsolatot. Ez pedig zsidókhoz tízes fejezet lesz, 26 vers, mert ha szándékosan védkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Mi az igazság? Mindenható szava a törvény. Ha az ember megismeri, megérti, és rájön arra, hogy bizonyos dolgokat lehet, bizonyos dolgokat nem lehet csinálni, onnantól kezdve egy döntést kell meghoznia mindig. Ez az út lényege. Folyamatosan út elágazások keresztezik az ember életét és ott döntéseket kell meghozni. Ha jó döntés, az jó irányba indul el, és akkor a Szent Szellem, a Ruach, akkor Dersi, a a szelleme benne lakozik, tovább tanítja, mutatja az utat, és halad a keskeny uton mindenható felé. Ha pedig nem jó döntéshoz, akkor onnantól kezdve vállalnia kell a felelősséget, hiszen megismerte, megtudta, hogy mi a parancsolat. Úgyhogy mindazok, akik tudják, hogy a mindenható azt mondta, hogy nem lehet enni ezt azt, hogy nem lehet ünnepelni ezt az, hogy nem lehet mondani ezt az, csinálni ezt az, és ennek ellenére teszik, azoknak figyelmébe ajánlom zsidókhoz 10-26, mert ha szándékosan védkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, nincs többé bűnöket való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása, tűznek lángja, amely megemészti a lázadókat, az ellenszegülőket, azok, akik tudják a jobbat, de nem cselekszik. És a Saul Pál az, aki ezt írja. Érdekesség az, hogy mit ír a 28-asban, aki megveti Mózes Mosé törvényét, azt, amit mindenki megvet és kidob az ablakon, hogy az már ó, meg régi, két vagy három tanúbizonyságára írgalom nélkül meghal. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetése méltónak ítéltetik az, en, an, meghalt annak idején, akkor mennyivel súlyosabb büntetése méltónak íteltetik az, aki Elohim fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek lelkét bántalmazza. Azáltal, hogy szándékosan bűnt követel, annak ellenére, hogy tudja, hogy hogyan kellene élnie. Akkor, ha régen az a halál, volt a büntetés. Erre figyelmeztet most Saul, Pál, hogy mennyivel súlyosabb a büntetés az, az, aki annak ellenére, hogy tudja, hogy nem kellett volna, annak ellenére megteszi. Hiszen az ember ha másiák vérével került be a szövetségbe. Ezáltal szenteltetett meg. Ezáltal lett kihívva a világból. Lesz különálló. Ez biztosítja számára a lehetőséget. És aki nem úgy él, az tisztátalannak tartja, az nem becsüli azt. És ezáltal bántalmazza a kegyelemnek ezt a lelkét, ami a ruach halkodás. a másiák szelleme, ami irányítana minket. A bűnös és tisztátalan soha nem fog a mindenhatóhoz közel kerülni. Teljesen mindegy, hogy mennyire mondogatja, hány rózsafüzét morzsol el élete során, vagy mennyit böjtöl, vagy mennyit démont űz ki, ahogyan azt Máté 7.21-ben mondja. Teljesen mindegy, hogy mit profétál, vagy mit csinál, aki nem követi a parancsolatokat, és engedetlen és ellenszegülő, azokat nem fogja befogadni a végét. Hogy ez mennyire fontos, és, és az, hogy minden egyes oldalon elhangzik ez, hogy a parancsolatokat kövesse, tartsa be, különben nem jelenések könyve, 14-es fejezet, 12-es vers. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Azoknak, akiket elhívott a teremtő, akik kiváltak a világba, akik külön állnak a világtól. Kik azok, akik megtartják Elohim parancsolatait és Jahusa hitét. Ennél nem lehet egyértelműbbé tenni. Elohim parancsolatait és Jehusá ha másiák hitét. Azok, azok, akik szentek, akik az ő gyülekezetébe tartoznak. Ezek az emberek azok. Tituszhoz második fejezet így kezdődik, te pedig azokat szóljad, amik egészséges tudományhoz illenek. Ez a tudomány, az egészséges tudomány nem más, mint a mindenható szava. Tudomány szó itt a görög szó, aminek a jelentése szó szerint tanítás, instrukció, valamilyen tanítás spirituális értelemben. valami amit tanítva van, törvények tanítások, erre vonatkozik az egészséges tudomány. A szó töve, pedig a görög szó, Aminek a jelentése tanár, mint főnév. És a brit Kadasában, az úgynevezett új szövetségben olyas valakit jelöl, aki Elohim dolgait tanítja, és az ember kötelességeit. Valaki, aki tanításra van kiképezve, aki alkalmasra, aki úgy gondolja, hogy ő az de húsára is használták ezt ő magára, mint tanár, vagy az apostolokra, vagy akár Saura pára ezt a szó. És az alap szó, amiből ered, az pedig a görög szó. Strong's G, 1321. Didasko. Didasko. Didasko, ami egy ige, és annyit jelent, hogy tanítani, vagy valakit tanítani instrukciókat kiadni tanításokat átadni valakinek valami, amit tanítanak, vagy pedig részt vesznek benne elmagyarázni valamit megmagyarázni valamit és valakit tanítani valamire ezt jelenti. Csak azért, hogy világos legyen, hogy az egészséges tudományok semmi köze nincs a mai, Tudományhoz, ami tulajdonképpen egy hazugság. Első Timóteushoz, egy tíz paráznákért, férfi fertőztetőkért, homoszexualitás, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és, mi, és ami egyéb csak egészséges tudományjal ellenkezik. Egészséges tudománya mindenható szava az instrukciókat, tora, Ha valaki másképpen tanít, egy Timóteushoz hat, és nem követi Adonai Jehusa másiák egészséges beszédeit, és a kegyesség szerint való tudományt, ugye itt figyelmeztet Saul, egészséges beszéd, illetve a tudomány, ha vala, az, az, az amit Jehusa másiák tanított. Az az út, az a tara, az az instrukciók, a törvények. Mert lesz idő második Timóteushoz 4-3, mikor az egészséges tudományt, a torát, az instrukciókat el nem szenvedik, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fölök, ez a napjainkról beszél. Ez az az idő, amikor a tara, az instrukciók, a mindenható szava már tulajdonképpen káromlás és átok. De nézzük, hogy mit mond a továbbiában. Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, tűrésben épek. Már remélem a szeretetről nem kell többet beszélni, arról van egy négy részes videó sorozat, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Szeretet természetesen az instrukciók a tora betartását jelenti. Akárcsak a hit, hiszen azért a hit hallásból van, hallás pedig Elohim igéje által rómaiakhoz 10 10-17. Úgyhogy ez itt mind-mind a mindenható parancsolataira utal három. Hasonlóképpen a vénasszonyok szentekhez, azaz kihívottakhoz illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók sem sok borivás rabjai jóra oktatók. Szentekhez illő. Mindenkit arra szólít fel, hogy különüljön el a világból, vagy pedig éljen a világgal, de választania -e kell egy utat hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, mi a megokosítás az egészséges tudománya mindenható szavatvara, az instrukciói, hogy férjüket és magzataikat, gyermekeiket szeressék. Erről ugye már volt szó korábban. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy Elohim beszéde ne káromoltassék. Tehát Elohim, Elohim szava. Ezeket a dolgokat kívánja meg az embertől. Így lesz szenthez illő az ember, hogy követi Elohim parancsolatait. Az ifjakat hasonlóképpen nincsed, hogy legyenek mértékletesek, mindenben te magadat adván példaképű, jó cselekedetekben, tehát nem jó beszédekben vagy gondolatokban, a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván, Egészséges fedhetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön semmi gonosz sem tud már rólatok mondani. Tehát ez az, ahogyan az ember szent lesz, ahogyan az ember a mindenható gyülekezetébe tartozik. Nem az ember gyülekezetébe, vagy a hit gyülekezetébe, vagy a keresztény gyülekezetbe, hanem a mindenható gyülekezetébe. Attól függ, hogy az ember hova akar tartozni. Attól függően kell viselkednie. Az, aki azt mondja, hogy mindent lehet, és a végén majd elfogadja, az a, az a hatalmasság, az az úgynevezett Isten, az egy másik e, tanítást hirdet. Annak ehhez semmi köze, sem ahhoz, amit Saul mondott, de legfőképp ahhoz nincs, amit a megváltó vagy a teremtő mondott. Nézzük tovább. Ismét csak elmondja, hogy a jó cselekedetek ugye fontosak. Egészséges, fethetetlen beszéd, így van. A szolgákat, incsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedveket keressék, ne ellenkezzenek, ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak. Hogy a mi megtartó hatalmasságunknak tudományát, szavát ékesítsék, mindenben azt dicsőítsék, hiszen ha az ember nem úgy él, akkor azon tapos különösképpen, ha azt mondja, hogy ő hisz, és ő a mindenható gyermeke, és ennek ellenére nem úgy él. Ezért figyelmeztet arra, hogy tartsa be mindazokat, amiket a mindenható instrukcióként megadott. És akkor ékesítik a mindenható tudományát, ami az igazságról róta megnéztük, ugye, hogy mi a tudomány. Azért, hogy Elohim szava ne szégyenítessék meg, ne káromoltassék. Ezért kell így élnünk. Mindent az ő dicsőségére kell tennünk. Azonban nem mehetünk a saját fejünk után, de legfőképp nem más emberek tanítása után. Vagy a teológia tanítása után. 11. Mert megjelent az Elohim üdvözítő kegyelme minden embernek, mindenkinek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván hitetlenséget, és világi kívánságokat mértékletesen, igazán, és szentül éljünk a jelen való világon. Hogyan él valaki igazán, szentül, mi a hitetlenség, Misli példabeszédek, négy ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ami a tora az instrukciók, ne hagyd el, őrizd meg azt, mert az a te életed a hitetlenek útjára, ne menj se ne jár gonoszok ösvényen, a gonoszok azok, a hitetlenek, akik nem ragaszkodnak ezekhez a tanításokhoz. Arról már számtalan szó volt szó, hogy mi az igaz és mi a szent. Erre szólít fel. Azért, mert nem írja le mindig az összes parancsolatot, amikor arról beszél, az nem jelenti azt, hogy nem kell betartani őket. Különben ez a könyv 20 ezer oldal lenne, ha minden alkalommal lekéne írni újra ugyanazokat a dolgokat. Hogy a szombatnapot betarts, hogy körül kell metélkedni, hogy a neve fontos, hogy nem lehet mindenféle dögöt enni, ha ezt mindig újra le kéne írni, akkor az egész elhúzódna, és ö, egyszer se tudná kiolvasni az ember élete során. Ezért utal vissza olyan kifejezésekkel, mint a hitetlen, a, az igaz, a szent, az engedelmesség, a hűség, a tudomány, a beszéde, ezek mind ugyanazt jelenti megerősíti folyamatosan, hogy jó cselekedetekben, ahogyan megerősítette a tanákban, ahogy mondta, hogy ha, ha meghallgatjátok, és úgy cselekeztek, akkor lesztek az én népem. Várva, várván am a ma boldog reménységet, és a nagy Elohimnek, és megtartója Husakha másiak dicsőséges megjelenését ezt várják úgy, hogy így élnek. Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. És a Saul Pál mondja, aki azt mondja, hogy jó cselekedetekre igyekezőt. Nem beszélőt vagy gondolót, hanem aki úgy cselekszik. És aki kivált a világból. Hogy egy olyan népet tisztítson meg magának, aki kivált az egész világból, ebből a szennyből, amit ő kifog majd a végén okádni, és megtisztítja a Földet. Hogy a hamisságtól megváltson. Mi a hamisság? Az, aki nem követi a parancsolatokat. Az a hamisság, hogy abból kiváljon az ember, hogy szent legyen, úgy lesz szent. Ezeket szóljad, és incs és fejt teljes méltósággal senki téged megnevesse. Aki ezeket szólja, az bátran teheti, hiszen a mindenható szavát mondja, és nem kell félnie semmitől, hiszen a mindenható vele lesz, hiszen ő ezt parancsolta meg az elején, és mindig is így lesz, akármennyire is harcol bárki ez ellen. Igazából az élethez egy út vezet, és ez nem más, mint a Husach azonban ez nem azt jelenti, hogy én mondogatom, vagy azon gondolkozom, hanem azt jelenti, hogy úgy élek, ahogyan itt leírta. Ezek mind-mind parancsolatok, amiket ő az úgynevezett ószövetségből szedett ki. Amit már az emberek eldobáltak, hogy az már nem kell, az már régi, az már az egy átok, az nehéz, azt nem lehet betartani. Mit, mit nem lehet betartani azon, amit itt leírt? Így szereti az ember az embertársát, ez a tudomány, így lesz hűséges, így lesz szent. Hiszen szentül él, nem szentül beszél vagy gondolkodik, hanem szentül él, úgy cselekszik. Minden jó cselekedetre igyekszik. És azt tanítja, és igenis megemlíti azt a másiknak, és ez nem ítélet, és figyelmezteti a másikat. Ez az, amire Saul tanít. Ez az, amire az egész írás tanít minket. De azok, akik megkeményítik a szívüket, azok nem véletlenül nem értik ezt meg. Hiszen azok, azok a világot választják, azoknak egyszerűbb az úgy élni, ahogyan a legtöbb ember él. Hogy félig meddig azért betartják, ami számukra kedves, ami számukra egyszerű, de, de nem úgy, ahogyan a mindenható azt elvárja két út áll az ember előtt, és az egyik az egy, az egy széles út, amin a legtöbb ember próbál középen haladni. Azonban teljesen mindegy, hogy melyik részén halad annak az útnak az ember. Az az út, amit a legtöbben elfelejtettek, az a keskeny út, ami maga a megváltó, ami az élethez vezet, az csak és kizárólag engedelmességgel és alázattal járhat és az azt jelenti, hogy az ember megtanulja és megcselekszi azt, amit a mindenható akar és kíván. Második Timóteushoz második fejezet így kezdődik. Te, annak okáért én fiam, erősödjél meg, hogy a húsakha ágban való kegyelembe. És, amiket tőlem hallottál, sok bizonyság által, azaz, amiket ő tanított neki, arra bizonyíték, bizonyíték a szolgát. Azokat bízad hív emberekre, hűséges emberekre, akik járják az utat, akik akarják járni az utat, akik másoknak tanítására is alkalmasok lesznek, azaz olyanokat taníts, akik tovább tudják majd ezt adni. Te azért a munkának terhét hordozod, mint a jakusák, ha másják jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Tehát nem, ne bonyolódjon bele az életnek a, a, abba a dolgaiba, amit a pogányok folytatnak, ne keresse az ő barátságukat, az ő igazukat, az ő tanításaikat, csak, csak, folytassa azt, amit megtanult, amit látott a megváltótól, és rendben lesz. Erre figyelmezteti itt. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Tehát maradjon meg az úton, különben nem fog eljutni a célhoz. Mi a következő figyelmeztetés? Igyekezzél, hogy Elohim előtt becsületesen megállj, hogyan, mint oly munkás, aki szégyent nem van. Miért? Mert helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Igyekez mindent megtenni, ugyanez a másik fordításban, hogy Elohim tetszését elnyered. Légy Elohimnek olyan szolgája, akinek nem kell szégyenkeznie Adonai előtt semmiért, és aki helyesen tanítja és alkalmazza Elohim igazságait. Hogyan tudja hirdetni az igazságait úgy, ahogyan Zsoltárok Tehelim 40-es fejezetben leírja Dávid. Akkor azt mondtam, e jövök, a könyv írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem Elohim, a te Törvényed, kebelem közepette van. vígam hirdetem, hirdetem az igazságosságot. A nagy gyülekezetben e nem tartom vissza alkalmat. Te tudod, ójahua. Az igazságosság az ő akarata, ami a könyv tekercsben van leírva. Ez az, amit hirdet mert jahu a szava igaz, minden cselekedet hűséges, szereti az igazságot és törvényt. Az igazság és törvény az Jahua szava, a mindenható szava, Zsoltárok 33, 4-es. Így tud megállni előtte, és az, aki helyesen értelmezi a beszédet. Nem aki azt mondja, hogy minden eltörölve és szabad rablás van, az, az, az egy másik fajta tanítás, az egy másik történet, az az rossz helyre fogja vezetni azokat az embereket. 19. Mindazáltal megáll Elohimnek erős fundamentum. Mi az erős fundamentum? A Tora, az ő instrukciói. Melynek pecséte ez? Ismeri Elohim, Jahua az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, aki a másiák nevét vallja. Mi a hamisság? A hamisság a parancsolatok be nem tartása. Az a hamisság. Mindenki, akik ha másják nevét vallja, az jobb, hogyha nem hirdeti azt mindenfele, amerre megy, hogy mostantól mindent lehet. Meg ő, ő, ő elfogad mindenkit, meg szeret mindenkit. Ez egyáltalán nem így van. Hogyha egyszer azt írja, hogy ismeri a hó az övéit, akkor vannak olyanok, akik nem az övéi. Akkor mi az a pecsét, amiről szó van? Az az ő szava illetve ahogy olvashattuk korábban, hogy a a szelleme, Ruach Hakodás, a Szent Szellem, ami visszatér, hogy tanítsa az embereket. Ez az a pecsét, az a Szent Szellem, ami nem lakik olyanban és olyannal, aki törvénytelen, aki hamis, aki gonosztevő, aki nem követi az instrukciókat. Álljon el a hamisságtól mindenki, erre figyelmeztet. Ismét! Nagyházban pedig nem csak arany és ezüstedények vannak, hanem fából, cseréből valók is és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Vannak ilyen emberek, olyan emberek, azonban mindegyikből van, amelyik tisztességre, ami ugye engedelmes, alázatos, és az úton jár, és pedig a legtöbb, aki gyalázatra való, akiket ki fog vetni a föld, és a mindenható magába. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, tisztán tartja magát a világtól. Megszentelt, külön választott, kihívott, elválasztott, el, mindenhatóhoz rendelt. És hasznos a gazdának, ami ugye a húsak, ha minden jó cselekedetre alkalmas, aki úgy fog élni, úgy fog cselekedni, úgy viselkedik. Az ifjúkori kívánságokat pedig került, hanem kövessed az igazságot, ugye erről már rengeteg szöveg volt hogy mi az igazság, hogy mi a hit, a szeretet, békesség azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Jahuát tiszta szívvel. Felejtse el a világ útját. Nem lehet két úton járni, nem lehet két fajta dolgot akarni és mondani és csinálni. Vagy az egyik, vagy a másik. Valaki vagy követi az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet, ami mind a mindenható szava, és az instrukciói szerint való élet, vagy pedig visszatér a világ útjára, amit az ifjúkori kívánság jellemez. Csak tiszta szívből hívhatja az urat. Aki tiszta szívből hívja, az engedelmes és alázatos lesz. Mindazok, akik mondogatnak dolgokat, azok sajnos nem tiszta szívből, hiszen a cselekedet az, ami megmutatja, hogy hogyan kellene élni. Következő botor és gyermekes vitatkozásokat pedig került tudván, hogy azok háborúságot szülnek. Ez mindaz, ami a világban most folyik. Hogy ez ezt jelenti, az azt jelenti, szerintem így van, szerintem úgy van. Ez mind a nagy része ennek botor és gyermekes vitatkozások. Semmi értelme az egésznek. Aki nem akarja, hogy, meg, hogy megértse, az nem is fogja soha megérteni. Aki, aki azt akarja, hogy neki legyen igaza, az nem jó úton jár, az nem fogja megérteni a dolgokat. Következő, hogy a HUA szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanítás, alkalmas, türelmes. Ő neki nem kell, hiszen a mindenható az, aki meg fogja győzni majd a vita -partnert. Ezt írja le, aki szerintem fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik Elohim megtérést az igazság megismerésére. Mi az igazság? Mert, jahu, ö, mert jahu a szava igaz, szereti az igazságot, és a törvényt a törvény az igazság ha talán adna nékik Elohim megtérést az igazság megismerésére, az ő törvényeinek megértésére. Teljesen mindegy, hogy mi mennyire hadakozzunk, hogy kézzel, lábbal próbáljuk meggyőzni az embert, teljesen fölösleges. Majd Elohim az, aki eldönt, hogy ki az, aki meg fogja érteni, ki az, aki nem. Egész egyszerűen teljesen fölösleges az a vita, amit a legtöbben folytatnak ma a világban hiszen nem mi vagyunk azok, akik meggyőzik azt az embert, hanem Elohim választja ki azt az embert. Ha talán adna nékik Elohim megtérést az igazság megismerésére, és felocsúdnának az ördög tőréből, hiszen nem ismerik az igazságot, nem járnak az igazságban, nem követik a parancsolatokat és az instrukciókat, a torát, ezért az ördög csapdájába estek, hiszen a mindenhatótól el távolodni, foglyokká tétetvén az Adonai szolgája által Elohim akaratára. Hogyha felocsúdnának a mindenható szolgájának segítségével, ő általa tudnának felocsúdni ebből a fogságból, ebből a csapdából, annak az embernek a segítségével, aki próbálja elmagyarázni nekik, hogy követni kell az utat, azonban mindez Elohim akaratára történik. Teljesen mindegy, hogy mennyire akarom magyarázni, hogy mennyire akarom, hogy mindenki megértse, vagy mennyire akarjuk. Ha Elohim nem akarja, akkor az az ember nem fogja megérteni soha. Nézzük második Korintusi 6 fejezet, ahol is így szól 14-es vers. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, ne foglalkozzatok velük. Aki azt gondolja, hogy ezek a dolgok újak, amiket Saulit beszél, példaveszélyek, Misli 4-es fejezet, 13-as, ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, mi az a Tora, az instrukciók, parancsolatok, ne hagyd el, őriz meg azt, mert az a te életed. 14 hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj az a gonoszok ösvényén. Ugyan erre figyelmeztet ott, amire itt figyelmeztet Saul, hiszen ő mindvégig ugyanarról beszél, mint amiről az úgynevezett ő, ó a mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, mi közössége a világosságnak a sötétsége. Valaki alkalmazkodni fog a másikhoz, és a sötétség általában nem hajlandó alkalmazkodni a világossághoz, hiszen egyszerűen csak ez a sötétségnek a jellemzője. Úgyhogy ez egy veszélyes út ezen járni, hiszen hiszen hogyha az ember felemás igában van azokkal, akik nem ezen az úton járnak, akkor előbb-utóbb elfogja veszíteni az utat. És mi 15. Mi egyessége ha másiáknak béliálla, vagy mi köze hívőnek hitetlen? Ki a hitetlen? Erről már volt szó. Hitetlenek, ugye, akik nem tartják be a parancsolatokat. Vagy mi egyezése Elohim templomának báványokra? Elohim temploma az a hívő maga. Mert ti az élő Elohim temploma vagytok, ugye erről beszél, amint Elohim mondotta, lakozom bennök és közöttük járok. Nem fog olyan emberben lakozni, vagy olyan ember eh, emberek között járni, akik tisztáltanok, összexon esznek a saját fejük után menik, nincs bennük alázat, nincs bennük engedelmesség, és nem járnak az ő útján. Ott nem fog. És leszek nékik Elohimük hatalmaságú, és ők népem lesznek. Ki az ő népe, azok... Akiket kihívott, akiket megszentelt azáltal, hogy megmutatta nekik az igazságot, a parancsolatait, és ők abban jártak, így lettek szentek, és az ő népe. Nem a saját fejük után jártak, vagy a teológia szak után jártak, vagy vagy, vagy Gips Jakab könyvei után jártak, hanem az ő parancsolatai után jártak. 17. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja, Jahua: tisztátalan ne illesetek. Mi a tisztátalan? Például a disznó, a törpeharcsa, az angolna, és a többi, és a többi. Vagy a körülmetéleten. És én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmal és lányaimmal, Ezt mondja a mindenható Jahua. Aki nem változik Malakias 3-6, akkor hogyan lehetne? Ugyanazt mondja végig, ugyanazt. Nem lehet megkerülni a parancsolatokat. Miért figyelmeztet arra, hogy menjetek ki, menjetek ki közülük, szakadjatok el tőlük? Jelenések könyve 18, 3, illetve 4, és hallik más szózatot a mennyből, amely ezt mondja: fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Ne legyen szövetsége az igazságnak a hamissága, a világosságnak a sötétsége, a hitetlennek a hívővel. Fussatok ki közülük, menjetek el, hagyjátok el, amennyire csak lehet, mert meg fogják fertőzni az ember gondolkodás módját. Erre figyelmeztet itt. Egyetlen út van. Nincs mindenkinek igaza, ő nem szeret mindenkit, nem fogad el mindenkit, nem várt tártkarokkal mindenkit. Egy út van, ami egy keskeny út, és az ember vagy eljut oda, úgy, hogy követi a parancsolatokat, és engedelmes vagy nem, és a legtöbben nem fognak el. És az, hogy közülünk kijut-e, azt majd a végén meglátjuk. Egyelőre azonban az úton kellene maradnia mindenkinek. És erre figyelmeztet egy show személyesen már a 15. alkalommal. Végezetül nézzük meg második korintusiakhoz írt levelét és a hetes fejezetet, ahogy így és Saul Pán, mivel hogy azért ígéreteink vannak, mi az ígéret, ugye a mindenható, aki megígérte, hogy örök életet ad annak, aki engedelmesen követi, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, akkor csak van testi tisztátalanság, hogyha meg kell tisztítani magunkat tőle. Mi a testi tisztátalanság? Ha elmondja azt, hogy a parázdaság az, amit az ember önmaga lelke ellen követel, akkor az nem Testi tisztátalanság. Testi tisztátalanság egyike az, éle az étkezés, az, ahogyan az ember eszik, illetve azok a dolgok, amiket használ, megérint, illetve természetesen a körülmetéletlenség. és a lelki tisztátalanság. Elohim félelmében, vivén véghez a mi megszentelésünket. Az ő félelme, ugye az ő szava az igazság, az ő félelme a bölcsesség kezdete, Zsoltárok 111 példabeszédek 9, a bölcsesség kezdete Jakó a félelme, és erről beszél itt a lelki testi tisztátalanságtól, és szenteljük meg magunkat, váljunk külön a világtól, váljunk ki a világból, és rendeljük magunkat neki úgy, hogy engedelmesen, alázatosan követjük az ő útját, amit ő kijel. Ezzel Befejeztük ennek a témának a taglalását legalábbis egyelőre. Remélem, hogy hasznosak találtátok, és segítséget nyújt abban ez a, videó, ez a néhány videó, hogy tisztán képet kapjatok arról, hogy mi is az, amit a Mindenható teremtő, hogy a Hua szentnek tart, amit ő úgy gondol, hogy ő kiválaszt elrendel magának amit ő kihív a világból. Hogyan tudunk elkülönülni, kiválni a világból. Ezek azok a dolgok, amik segítenek az embernek. És tisztában vagyok vele, hogy tulajdonképpen minden úgy tűnik, hogy ugyanoda vezet vissza, ami nem más, mint a Tora, a mindenható instrukció. Ez azért van, mert ez így van. Az egész könyv erről szól. Az engedelmes, az alázatos az, aki megtartja a parancsolatokat, aki jár az úton, akit ő ki fog választani, ő nem fog tisztátalan, engedetlen, lázadó, önfejű, keményszívű és a többit kiválasztani magának. Ez a teszt, amiben élünk. És ez a világ hamarosan eltűnik, úgy, ahogyan arra rászolgált. És a Föld és a Mindenható ki fogja vetni magából azokat, akik nem hajlandók hallgatni rá. Úgyhogy. Ezzel búcsúzom, és mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat! Halleluja!